A ködös időben történő közlekedés nagyobb odafigyelést igényel. Fokozott ködképződéssel számolhatunk folyók közelében, zárt völgyekben, erdős hegyi útszakaszokon. A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol nagyobb haladási sebesség mellett a látótávolság hirtelen csökken. Ezért a ködös szakasz kezdetét észlelve még a jól belátható úton érdemes csökkenteni a jármű sebességét. Ezzel együtt pedig növelni a követési távolságot. A ködlámpa használatára külön kressz szabály vonatkozik. Ködlámpát a jogszabályozás szerint akkor szabad használni, ha az indokolt. Most az indokoltságot úgy tekintjük, hogy egyébként igen lassú haladást tenne csak lehetővé, ha a jármű normál világításával közlekednének a gépkocsi vezetők. Amennyiben ezek a feltételek megszűnnek, ugye a ködlámpa használata továbbiakban nem indokolt, azt le kell mindenképpen kapcsolni. Akár lakott területen belül, akár lakott területen kívül is. A kötvényszóró erős fénye ugyanis indokolatlan esetben zavarja az előttünk haladókat és a szembejövőket egyaránt, ez pedig akár balesetveszélyes is lehet. Ahogy az is, ha semmilyen világítást nem kapcsolnak a járművezetők. Amikor a látási viszonyok indokolják, tehát lakott területen kívül minden esetben kötelező felkapcsolni, lakott területen belül is, amikor szürkület van, vagy olyan időjárási körülmények állnak elő, ami egyébként az észlelhetőséget nagy mértékben rontja, tehát ilyenkor mindenképpen indokolt a lámpa felkapcsolása. Ilyen időjárási körülmény lehet a hirtelen leszálló köd vagy füst. Az is előfordulhat, hogy nappal úgy beborul az ég, hogy éjszakai sötétségnek megfelelő fényviszonyok lesznek a városban. A fényszóró használata ilyenkor is életeket menthet. A ködös időben való vezetés fárasztóbb, ilyenkor a reakcióképesség jelentősen csökken. A szakemberek szerint ilyenkor érdemes gyakrabban pihenőt tartani, és fontos, hogy minden fényjelző készüléket tartsunk tisztán.